Máté, hogy telt a válogatott szünet a csapat számára, mire összpontosítottatok főként az edzések során? Hát igazából a védekezést próbáltuk helyre tenni, ugye nagyon sok gólt kaptunk, ami muszáj volt kijavítanunk, szóval ezen dolgoztunk, meg hát ugye kaptunk pár nap szabadságot is, mert elég sok meccset játszottunk ebben a hónapban. Sorsoltak a Magyar Kupában közben, hogy érzed, mi lehet a reális célkitűzés az MTK számára? Hát most egyértelmű a továbbjutás, minél tovább szeretnénk jutni, szóval ez a lehet a célunk. A hétvégén a Kazincbarcika együttesét fogadjuk, mire kell figyelnünk, hogy megszerezzük a 3 pontot ellenük? Hát biztos egy kellemetlen ellenfél ellen fogunk pályára lépni, akik a kontrára lesznek berendezkedve. Még nem videóztunk belőlük, ez is el fog jönni a napokba. Nyilván a védekezésünkre kell nagyon figyelni, hogy kapott gól nélkül lehozzuk, és elő biztos fogunk gólt rúgni.